Kárpátalján nagyon sok nehéz vagy szükséghelyzetben élő család van. Azt, hogy miért élnek ilyen körülmények között, miért ilyen nehezek a mindennapjaik, nem tudjuk. És ne is ítélkezzünk, hogyha lehet. Mai műsorunkban is egy olyan családot ismerhetnek meg, akik hétköznapjaik nem a legkönnyebbek. Kérem a kedves nézőket, hogy mindenki egymás iránti szeretettel és mások problémája és nehézségei iránti érzékenységgel nézze a most következő kis filmet. Mai műsorunkban ismerjék meg a Csákány családot. A napokban figyelmesek lehettünk egy nagyon nehéz sorsú család életére, amit a világhálón osztottak meg. Közelebbről bemutatták a családot, 4 gyermek, édesanyja és egy nagyon idős nagypapa. Hogy miért került fel ez a videó az internetre, azt most megtudhatjuk Varga Gizellától, a Nagydobronyi Hivatal jegyzőjétől. A család úgy került fel a világhálóra, hogy megkértük az egyik nagydobronyi videósunkat, hogy legyen a segítségünkre abban, hogy meg kellene örökíteni a szegény sorsban élő családokat abból a célból, hogy a Biatorbágyi Vörös Kereszt szeretne nekik egy gyűjtést rendezni egy jótékonysági bál keretében. Ő nagyon szívesen vállalkozott erre a videózásra, mert ő szívügyének tekinti, hogy segíteni kell a rászorulókon, és meglátogattuk a Csákány családot és egy másik családot is, ahol elsősorban azt vettük figyelembe, hogy a kisgyerekek, ahol nehéz körülmények között élnek. Hála Istennek nem sok ilyen család van a területünkön, de akadnak ilyen családok. És mindenképpen azt szerettük volna, hogyha ennek a családnak segítenek. És meglátogattuk őket, és akkor itt született meg a felvétel, ami mindenkinek a szívébe férkőzött rögtön, mert rögtön kezdtek érdeklődni, hogy hol él ez a család, mióta él itt ez a család, mert még Nagydobronyban sem tudott róluk mindenki igazán. És így reméljük, hogy többen felfigyelnek rájuk, és segítséget fognak nyújtani, mert ha mindjárt ellátogatnak oda önök, meg fogják látni, hogy nagyon nagy segítségre van szükség, és azt még elmondanám, hogy eddig a községi tanács, és ugyanúgy Biatorbágy testvér településünk önkormányzata igyekezett mindig az ilyen családoknak segítséget nyújtani, vagy tűzifa, vagy élelmiszercsomag formájában. Ezt ugye általában inkább karácsony, húsvét, aztán a tűzifát, azt igyekeztünk fűtés szezonkor elosztani. Összefogtak a képviselőtestület és civil szervezetek, szóval mindenki oda tette magát, de ebbe az esetben ez nagyon kevésnek bizonyul, mert itt nem csak élelemre van szükség a gyerekeknek, hanem sok minden másra, hogy élhető életet élhessenek, mert nagyon nem minőségi életük van azoknak a gyerekeknek, és ez nagyon szívszorító. Akkor most látogassuk meg őket. Na hát ők a Csákány család és Vinda János bácsi a nagyapa.
a család, az anyuka és a négy gyerek itt élnek együtt a nagyapával, úgyhogy most már átadom nektek a terepet, és akkor beszélgessetek. Hát itt megy a főzés, itt nézik a televíziót, itt alszik nagyapa, mi bent vagyunk, mind az öten, ő itt maga alszik, maga van. És hány helyiség van még itt a szobában? Van egy kamra? Kamra. És itt mi van még odé? Egy olyan rakoda, hogy ott a zennivaló, kaja, hűtő, egy sifony, egy gyágy. Na. Ott tárolnak ezt. Ott, igen, igen. Benézhetünk ide a szobába egy kicsit? Tessék. Na gyertek. Akkor itt szoktatok aludni, ugye? Igen. Igen, és kinek melyik a helye? Hol alszanak a lányok? Te itt alszol? És Kati néni ott alszik? Gondolom itt alszik Dani. Igen, ez meg Kitti. Kitti, igen. És a fűtést hogy tetszenek tudni megoldani? Hogy fűtenek? Hát fába fűtünk, mert más nincsen, se gáz nincsen bevezetve, semmi, hát na. És ott, ahol a nagypapa alszik, ott megy a fűtés? Vagy ott a fényébe szoktunk engedni egy kis meleget. Uh-huh. És jön nem be meleg. És a télen, amikor nagy hidegek vannak, mert hány szokott? Hát akkor is meg jó takarók vagynak, meg dunnák, meg azt úgy. Hát na, még nem fáznak, hál' Istennek. No, csak a fundamentum is kicsi, de gyenge, de hát na nincs olyan. De mikor hideg van, cipős hideg, 10 fok hideg, egy cseppet érzük, akkor mert az ablak is jön be fel a hideg, hát na el van már. Meg be van dagadva. No, hány éves ez a ház egyébként? Nagyon régi. Már biztos van 65-70 éves, már nagyapa 93. éves. Ő építette a házat, azt a villanyvezetékek is olyan, most cserélni fogják, azt mondták. Azt az is olyan gyenge, nem, mindenfele örül, kifelé zél ez a villany. A vezetékek nem bírják. Nem, már mindig elalszik több helye mindenfele, mert már régi, hát azt át kellett volna cserélni, de hát nem. Nem volt tehetség az embernek. Hát. Egyébként valamilyen kis gazdaságuk van, vagy állatok, vagy kertészkedni szoktak nyáron? Most semmink. Nem, tavaly. Most az évben se volt. Tavaly volt disznók, de most már semmink sincs. De nehéz az eltartása? Nem, hát nem. Még van is így maradékok, kajábú, minden. Kutya, még a kutyánk is megdöglött. Értem. Nézzünk ki akkor egy kicsit az udvarra. Kimehettünk megnézni, hogy milyen a terület itt az udvaron? Hát igen. Kint az udvaron. Erre voltak a disznóval? Vagy hát az a disznóval. Hát meg tyúkok is voltak, csak most már nincs vagy 2 éve már. És egyébként miből tetszenek tudni fenntartani a családot? Hát a nagyapa nyugdíjából az 1500 grivnya annyi csak. A kis nyugdíjból, hát nem fizet ez az apuka, az apjuk. A gyerekek semmilyen állami támogatásban már nem részesülnek? Már nem. Olyan idősek, nem. Hát már 6 éves volt, tavaly kapott a legkisebb lány még, amiben beleesett a 6 éves korába. Még addig kapott. Addig a tavaly kapott, most már nem kapott. Miből tudtak megélni? Vagy a férje azért gondoskodott a családról? Hát járt magyarba, azt irányították a szüleit, hogy jó lesz. Egy ideig ment 3-4 hónapig is, ott volt egyfolytában. Hát, de utána megromlott a kapcsolat, meg nem akart adni a gyerekeknek pénzt. És miért jöttek el? Miért kellett eljönni? Hát, mert már veszekedett, torzsolkodott, már akkor meg fel is hajított. Bántott? Uh-huh. És a gyerekeket nem bántotta? Hát, dehogy nem, megrecéroztatta, meg megrázta is. Kicsik voltak akkor még a lányok? Akkor még Dani, még persze, még kisaprók voltak. Még a legkisebb tül is kisebbek voltak. Féltek az apjuktól? Hát igen. Nehéz, most nehéz, most egy rül a kettőről. Hogy tudják beosztani azt a nyugdíjat, amit a nagyapa kap? Ki jut a hónap végéig? Hát nem, nagyon nehéz, hát örülünk, hogy hál' Istennek, így le most segédgetnek, majd, de a kenyér, az a fontos,
kenyér kell nekik. Hát na, elég beosztani. Na, elég, de nincs mit tenni, én sem mehetek sehova, mert nem is sokáig hagyhatom az öreg nagyapát. Hát na, mert már gyenge még. Mikor ide jöttünk, még a lovat hajtotta, még 87 évesen még hajtotta a lovat. Utána, vagy 89-ben, 88-ban eladta a lovat. Azt utána akkor, na hát, éltünk belőle. Ezért is fontos lenne, hogy bevezessék a vizet, mert a hidegbe is ide tetszenek kijárni, ugye? Igen. És mindig van benne víz? Nyáron is, amikor szárazság van? Igen. Akkor itt van a kert, ebbe valamit tetszenek termelni egyébként? Hát egy kis passzúj, krumpli, egy kis zöldségfélét, céklát szoktam, na, meg egy kis csemegetenger is volt hátról, hát na, ilyenket saját részre hát eladni nem tudunk semmit. És a gyerekek egyébként besegítenek benne? Igen, igen, segítenek a munkában? Besegítnek, igen. Egyedül tetszenek megművelni ezt a kertet? Vagy van, aki még... Traktor meg gépelik, hát azt utána kapálunk, gyomlálunk. Itt a petrezselyem, látom, ez itt szépen sorba. Arra hátul káposzták vannak. Egy kis káposzta még, hát. És egyébként az élelmiszereket azt mondod, hogy tetszenek tudni beszerezni? Aj, a zsírozó, no, meg hitelbe, És vannak, akik adnak legalább hitelbe? Igen, igen, igen. Itt a Diszabadba szoktam. Na, de nem sokat, mert azt is csak meg kell adni, sokra igen, hogy 400-500-ra, többre nem lehet, no, mert hát többre is kell a kenyér, meg a vaj, meg az olaj. És mindig csak a legszükségesebben. Igen, igen. Süteményt, igen. Vagy ilyet néha tetszenek sütni, vagy azért az már nem fér bele? Hát az most nem mi sütünk, mert inkább ha van, akkor megkerestem, voltam napszámba járogattam a nyáron. Hát azt így lakészen, amit gondoltam, ez az, egy a puhát, egy kicsit egy fél zacskóval, kekszet, hát könnyebb, ezt ugye hazajövök vacsorát, ezt azt főzni, hát ugye könnyebb megvenni, ha pénzet is kell érte adni, azt, na már hazajövök, azt egy-kettőre már megvan a gyerekeknek, mert na már örülnek, már akkor nem nagyon. Mióta megjelent az interneten a Csákány családról szóló videó, több szívet is megérintett. A nagydobronyi községből is érkezett már támogatás, ilyen volt például a fa, ami nem régen érkezett, a tüzeléshez, ugye? Igen, igen. Mennyi fát tetszettek kapni? Hát 2 pricettel. És ez mennyi időre elég, ez a 2 pricett fa? Hát, na, nem tudok. Hát. 1-2 hónap? Vagy január, december, januárig, nem tudom. Na, még kell lesz még hozzá körülbelül, hát, na, nem tudom. Függ attól is, hogy milyen hideg a tél, gondolom. Igen. Mikor hidegebb van, akkor érezni, hogy jön az ablakon befele, mert olyan, mely van feldőlve az ablak, na, mert a régi ablak, a nagyapa csinálta azt, és azóta nem csináltunk semmit rajta, mert nem lehetett. Volt egyszer meszelve, de most nem jó a kályhánk. Ki hasogatja fel ezt a sok fát? Hát a fiú, meg én szoktam. Dani, meg Katinini, meg Kitti, ő is tud, ugye? Lányok is értenek hozzá. Hát még ők a kisebbek nem, de legjobban én, meg Dani ki szokott szaladni, azt mondja, anyuka, vágtam már egy kis fát, mondom, jól van, örülök neki, de ketten vágok, még a lányok hadd legyenek, hadd nőjenek, majd későbbet beszegítnek. Thank you.
Hány éves János bácsi? 93-ban. Már 93-ban. Vannak még Nagy Dobronyban ilyen idős emberek? Nincs, egyszerűen. Én magam vagyok mondva. Ezt a házat még János bácsi építette, ha jól tudom? Én építettem még ezt. Mikor hazajöttem a lágerből. A lágerbe is tetszett járni? Voltam én, hogy mikor dombászok itt is elfelezt az idősüket, hogy katonának viszik a 27-es, 26-os, ezeket korosztályok, hogy katonának visznek bennünket, aztán a szénbányába vittek dombászra. És akkor azt mondták, hogy katonának viszik katonának magukat? Katonának visznek bennünket, az a szénbányába vittek bennünket, dombászra. Ott is lehúztam 7 hónapot, hát mind elszökött, vagy el kellett jönni onnan, mert a bányában minden nap halott volt. Azt oda vittek bennünket, azt lecsúrmászak. Én 47-52-ig voltam a lágerben, Szibériában. Ott húztam, ott ütöttem le az időt. Én a izékkel voltam, a 25 éves, olyan paragrafust adtak nekem, hogy 25 éves közvetettek, hogy PIA-ba, pedig nem voltunk banditak, vagy valami dombászó szoktunk el, hogy a... És ott Dombászon, ott mi volt a feladat a szénbányában? Mit kellett csinálni? Hát ott bánya, azt hiszem a szénbányában. Volt csalkány, meg egy kis lampa volt itt az embernek, aztán kétrét, meg aztán húnt egyre, hogy bányázta a vizéket, a szereket, aztán meg gömlött lefelé. A kis magon meg húzogta kifele, leszakadt ott a fala, a támaszt, mindenféle. Azt oda ment egyszer egy 5-6 ember oda pusztult, de nem menteni sem nem tudtak, mert beszorította a szén meg a kövék. És milyennek voltak a körülmények? Enni adtak ott rendesen maguknak? Enni adtak, a szlalomába adtak. Hát az milyen evés volt ott. Hát, lusfőztek meg mindenféle. A németek foglyok, a német foglyok is ott volt velünk. A német foglyok olyan helyre vettek bennünket a szénbányába. Azok is ott voltak szegények. És sokan voltak magyarok innen Dobronyból? Az egész fiatalság, 26-27 beléket, 29 beléket, ezeket egyszer vittek be bennünket. És amikor megtetszett szökni, akkor hogy sikerült megszökni? Hát elszöktünk, hát eljöttünk, nekünk se paszportot nem adtak se. Egyik palatról felugortunk a másikra, vagy a lépcsőre, vagy hátra felakadtunk, azt úgy jöttünk egyik állomásba. Itt kint meg a milíciák ott voltak, elkaptak bennünket, de többször elengedtek. Azt majd itt stribe fogtak, és ott aztán bekésítek ide bennünket. Bácsúra meg Ungvára, a csúrvával. Utána ott ítéltek ebben, Csabba ítéltek, és azt úgy vittek megint. Csabba meg Ungvára meg elvittek Lemberbe meg elvittek be Szibériába. Elibomza, utána meg onnan Szibériába. És hogy tetszett túlélni ezt az időszakot? Hát egy muszáj volt, hát ott nem lehetett az ember szaglász kutyák, géppisztoly, ez mindenféle ott, igen. Testvérei is voltak ott? János bácsinak testvérei is mentek? Nem volt, én voltam magam csak. Heten voltunk testvérek, de azok már kitöltötték az ide a katonai időt. És onnan hogy tetszett hazajönni végül Szibériából? Szibéria, hát ott már, mikor letöltöttem az időt, ott már adtak paszportot, adtak meginten ki paszportot, meg hozza meginten az útra a jegyet is megváltottuk ott. Mert voltunk ott többeken már ezek a szabad útak. Hát ott az a 25 éves rabok voltak, ami dolgot csináltak. Kint az erdőn is, mikor kimentünk, az erdőt dolgoztunk, 9 kilométerre, vagy az erdőt. Aztán
egymásnak, ha megharagudtak, vágták el a nyakokat egymásnak a toporra, mint a csuknak. Becsülve szóval bele, ha nem ez igaz. Azt mondta, hát neki én is hiába. Keveseiben ott kellett, egy olyan paragrafust adtak, mint azoknak, olyan banditas fajtak. És János bácsi gyerekkorában, jól tudom, 6 vagy 7 tetszettek testvérek lenni, akkor is nehéz volt élni? Szegényesen éltek, nehezen? Szegényesen, mert 7 puja voltunk, egy lány, meg 6 fiú. Meg hozzá megint anyám világtalan volt. A háború, mikor itt voltak, akkor ezek a katonák is voltak itt. Aztán a tüzet raktak, ott beletették a golyókat, meg gránátokat, azt úgy potyadt elfele mellett, azt a fejszemét kivitte. Utána másikat is kivapkelhetett operálni, akkor úgy egész meg dolgok. És úgy nevelte a 7 gyermekét? Úgy nevelte fel a 7 gyermeket. Hány éves volt, mikor Kati nénék időttek a lányokkal? Vagy 80-tól fejebb voltam, 80 fele. És akkor még tetszett tudni így dolgozgatni? Dolgozgatni, nekem lovam volt, ez szekerem, saját lovam, szagas szekerem. Jószak teli volt az egész aulak mindenféle, disznó a fiasra, lóval, bikákat tartottam, még bírtam. Itt a kapu alját akarom még nekik megcsináltatni, mert hát, akkor, mikor megnősültem, építettem ezt, akkor csináltam. Ott a kapu elét van, korhettok mindenféle. De nem volt tehetségem, mert a pulyák is, meg azt a munkába kellett mennem minden nap. Akkor téged hogy hívnak? Hány éves vagy? Barbarának hívnak, és 9 éves vagyok. Hanyadik osztályba jársz? 3. Jók az osztálytársaid? Igen. Barátnőd van? Van. Hogy hívják? Anna meg. Van egy Georgina is. És mit szoktatok együtt csinálni, hogyha nem tanultok éppen az iskolába? Játszani szoktatok együtt? Szoktunk. Mit szoktatok? Te mit szeretsz játszani? Hát nem annyira szoktunk játszani, inkább csak festegetünk, mert szünetel nem annyira szoktunk. Értem. Festeni szoktatok? Uh-huh. Akkor te szeretsz festeni? Igen. Stucci is? Tudok. Szépen? Szépen. És festékkel vagy ceruzával? Vagy? Ceruzával. Rajzoltok akkor. Uh-huh. Akkor rajzból biztos jó jegyeid vannak. Hát nem kapunk még. És itthon mit szoktatok csinálni a tesóiddal? Van, amikor közösen együtt bohockodtok, vagy játszottok valamit? Igen, szoktunk. Mit csináltok itthon? Néha kiszokunk, de igen, szoktunk játszani kint. Hogy zajlik nálatok például egy ünnep? Ha itt van a karácsony, akkor... Hát szoktunk ráakaszkodni csak itt, meg... díszekek. Igen? Együtt szoktátok feldíszíteni? Igen. Mindig van fenyőfátok? Igen. Te miben tudod kivenni a részed? Miben tudsz itthon segíteni? Anyuka köti a csokit, én pedig oda viszem kitának, itt tudok felakasztani.